Elnézést, csak lenyelem ezt a partot. Ha az ember egész nap vezet, nem mindegy, hogy mit és milyen körülmények között teszik. Gépjárművezető napi energiaszükséglete általában 2000-2500 kalória, a tergépkocsi vezetőnél a fizikai munka miatt ennél több. Nem mindegy azonban, hogy ezt az energiát milyen tápanyagokból nyeri szervezetünk. A fehérje tartalmú táplálék a legfontosabb. Hiánya fokozza a fáradtságérzetet, az idegtevékenység romlásához vezethet. Az egyszerűség kedvéért azt szokták mondani, hogy minden felnőttnek naponta legalább annyi gramm fehérjére van szüksége, ahány kiló a testsúlya. Az összes elfogyasztott étel kalória tartalmának legfeljebb 25%-a származik zsírokból. Szalonna, zsíros húsok, vaj, dió, mogyoró és az olajos magvak tartalmazzák a legtöbbet. Aki egész nap szotyolát vagy tökmagot rág, az akár egy-két pohár étolajat is ihatna helyette, ugyanis ennyi felesleges kalóriát fogyaszt, és ráadásul szemetel. A szénhidrátot, táplálékaink harmadik főcsoportját sokan tévesen a cukorral azonosítják, pedig a kenyér, mindenféle pékáru, tészta, sütemény, burgonya, rizs, tarhonya, a hüvelyesek, a gyümölcsök közül a szőlő, a sárga és őszi barack tartalmazza a legtöbb szénhidrátot. Hiába tudjuk, hogy elsősorban ettől hízunk, étrendünkből nem hagyhatjuk ki, mert a vércukorszint csökkenése gyengeségérzést, szédülést, verejtékezést, az emlékezés koncentráló képesség csökkenését okozza. A vércukorszint esés okozta tüneteket, melyek például akkor jelentkeznek, ha sürgős utunkon éhséget érzünk, és nincs időnk megállni enni, a leggyorsabban szőlőcukor vagy csokoládé fogyasztásával lehet megszüntetni. Ezeknél is jobbak, mert tartósabb hatásúak a gyümölcsök, gyümölcslevek, de menet közben való fogyasztása néha akadályba ütközik és nem megengedett. Egyébként a gyümölcsök és zöldségfélék a napi vitamin szükségletet is biztosítják. A szervezetnek nem csak szilárd tápanyagokra, hanem kellő mennyiségű folyadékra is szüksége van. A levesek, lédult gyümölcsök mellett a legjobb ital a tej vagy az ásványvíz. Ismeretlen kútból a fertőzés veszélye miatt soha se ígyunk. Nyáron, nagy melegben, amikor a szervezet több folyadékot igényel az erősebb izzadással járó folyadékveszteség miatt, jó hatású lehet a meleg tej. Verejtékezéssel sok só távozik a szervezetből, hasznos ilyenkor a teát, ásványvizet kissé sózva fogyasztani. Hosszabb utazás esetén együnk gyakrabban, sosem kapkodva. Én edzés közben ezt így szoktam, hiszen ez a kis kikapcsolódás, ez a 10 perc javítja a közérzetemet, ezt tanácsolom. Balesetmentes közlekedést, a viszontlátásra.